Reggel csoda szarvasról című kiállításon néhány képen feltűnt a honfoglalási, vereckei honfoglalási emlékjel. Annak milyen jelentősége volt? Azok, hogy jöttek azok a képek? 96-ban, amikor leállították az építkezést ott fent Vereckén, egyszeribe egy űrbe kerültem. Olyan űrbe, hogy munkát se kaptam. Egyszerre mindenki elfelejtett, Ukrajnába is lehet, hogy pont ezért nem kaptam több munkát. És volt bennem egy belső igény, tehát tudtam, hogy alkottam egy művet, de nincs. Egy évbe, második évbe, harmadik évbe, és ezt át kellett valahogy dolgoznom nekem, mint embernek, hogy kibírjam. Hát hogy tudja egy művész magából levezetni az energiát, nem csapkod, hanem kirajzolja magából. Ajándékoztak nekem egy opusztaszerű nagy naptárt, ahol a körkép, amin a körkép található, és kivagdostam részleteit, kollást készítettem belőle, és ilyen hatalmas nagy grafikákat, kollás grafikákat készítettem belőle. Úgyhogy magában az emlékműbe, ami ott látszik a képen, megjelenik a Feszti Árpádnak a festménye. Pici kis részletekbe. Elmostam, kinyílik be, elmosódik. Középen az oltárkő, ahol van, az egy vérszerződés kely, a vérszerződés kelyhének a szimbóluma, ott jelenik meg a fehér ló áldozat. Na most, hát hogyha magáról a képről meséljek, egy egész sorozat készült belőle. A felső részét, a látható részét az emlékműnek levetítettem a föld alá, és így lett belőle egy szép ilyen csillag, mint ami a az ősi ornamentikája. Hát a Kárpát-medencei népek mindegyikének az ornamentikájában megtalálható. Ez volt az üzenete is különben az emlékműnek, hogy mindenkié. Tehát nemzetiségtől független, mert minden nemzetiségnek a motivum kincsében benne van ez a csillagminta. És hát visszatérve ehhez a díjhoz, már ott kezdődött tulajdonképpen az a gondolatom, hogy ne kivételezek a magyar kultúrával, mivel az én erejémben is több népnek a vére csörgedez, és nem szeretnék a saját vérem ellen menni. Igen. Ezért olyan műveket készítek, amelyek valahogy ezeket az éleket megpróbálják lekerekíteni. Így évvégén mindig értékelni szoktok az elmúlt időszakot, és tervezzük a jövőt. Milyen tervei vannak Matul Péternek? Sátoralja új helyen található a Magyar Kálvária, amit még az első világháború után építettek. És oda kértek meg, hogy a kilátójára, majdnem ugyanaz a szituáció, mint Vereckén, csak a hegy közepén van egy szép kilátó, hogy arra kilátóra tervezek egy turulmadarat. És szintén visszatérve ehhez a megbékélés témához, mert különbözőképpen lehet hozzáállni a magához, az elkészítésére, az elviségéhez a műveknek. Megpróbáltam egy olyan turulmadarat tervezni, amely nem egy agresszív madár, nem kardot markol, hanem turulmadár is, és egybe egy békemadár, egy angyal. Lehet, hogy pont ez volt az a domináns, amiért elfogadták a zsűribe a művemet, mert egy kicsit más üzenete van a jövő részére, hogy béküljünk meg. Tehát mégiscsak nemzeti szimbólum, de benne van a béke is. Hát akkor hatalmas eszmei értéke van ennek a díjnak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.